Luke-ot sokféleképpen képzelték el a Star Wars megjelenése előtt. Elképzelték nőként is, de végül úgy döntöttek, hogy két hőst alkotnak, Leia-t és Luke-ot. Szerintem az is érdekes, hogy így váltak aztán ikrekké, hisz ugyanabból a karakterből lettek. A neve is eredetileg más lett volna. A 70-es években Lucas a főszereplőt Anakin Starkillerként, majd később Luke Starkillerként emlegette a forgatókönyvének vázlataiban. De nem tetszett neki, hogy a főszereplőjének ilyen erőszakos neve legyen. Lucas névváltoztatásának fő oka Charles Manson volt, egy szadista gyilkos. Ő és a követői 9 ember haláláért voltak felelősek 1969 végén. Köztük a feltörekvő színésznő Sharon Tate haláláért. Charles Manson gyilkosságai a 70-es években még frissen jártak a közvéleményben. És Lucas attól tartott, hogy a Starkiller név kapcsolatba hozható valakivel, mint Manson. Mert Manson valóban sztárgyilkos volt, miután egy ígéretes filmsztár meggyilkolása mögött állt. Hogy mindenféleképp elkerülje a főhőséhez fűződő negatív kapcsolatokat, Lucas úgy döntött, hogy hőse nevét Skywalkerre változtatja. De sok-sok évvel később a Star Wars Force Unleashed-ben a főszereplő Galen Marek megkapta a Starkiller nevet. Csak úgy, mint az ébredő erőben az első rend bázisa. Van egy kivágott jelenet az Új Reményből, mikor Luke a bolygó felszínéről figyeli, ahogy Leia hajóját támadás éri. Tökéletes összeköttetés lett volna az űrbéli eseményekkel. Miután ezt meglátja, elrohan a Tosi állomásra, ahol végre találkozhattunk volna a barátaival. Köztük Biggs-el is, aki ezek után csatlakozik a lázadáshoz. A Yavinni csata előtti jelenet is így több értelmet nyert volna. Érdekes, hogy a két barát a Tatooine-ról ugyanott találkoznak. Az ember mindig rájön, hogy milyen kicsi is a galaxis. Ha megkérdezték volna tőlem, hogy hol született Luke, én azonnal rossz választ adtam volna meg. Ti tudjátok, hol született? Adok pár másodpercet. Persze miután végig gondoltam, rájöttem, hogy a Polis masszán született, Luke és Leia. Tudjátok, oda viszi Obi-Wan Padmét a Sithek bosszújában. Polis massza egy egybefüggő bolygó volt, még egy kataklizma el nem pusztította. Luke Yavin előtt 19-ben született. Vagyis 19 éves volt az Új Reményben, 22 a Birodalom visszavágban, a Jedi visszatérben 23. Az ébredő erőben meg az utolsó Jedikben 53 éves volt. Luke halála hasonlít Obi-Wanéra. Luke Kylo Ren mestere volt, csak úgy, mint Obi-Wan Darth Vadernek. Míg Kylo Darth Vaderre akart hasonlítani, Luke Obi-Wanra. És fizikailag Vader se tudta halálra sújtani Obi-Want, csak úgy, mint Kylo Luke-ot. És mind a ketten időt nyertek a többieknek, hogy elmeneküljenek az ezer éves sólyommal.